Jó estét kívánok a 60 televízió nézőinek, a kommentársoron következő adását látják, melyben a 60-i jégpályákat fogjuk ma este értékelni. Köszöntöm a stúdióban a két képviselőjét, Szőke Attilát, aki jégkorongedző. Szia Gábor, Attila. Köszöntöm a nézőket. És Kovács Pétert, aki a 60-i jégpálya koordinátora volt ismételten. Szia Peti. Szia Gábor, köszöntöm én is a nézőket. Felajánlottuk egymásnak a tegeződést, egyébként nem kellett, mert tegező viszonyban vagyunk, de talán a téma lazasága is megengedi a közvetlenebb hangnemet, sportosan, lazán. Beszéljünk akkor a jégpályák ügyéről. 60-i jégpálya most ezen a héten bezárja a kapuit. Milyen szezont zárt Péter a 60-i jégpálya, milyen sikernek örvendett? Beszéljünk róla. Így van, bezárjuk sajnos sokak bánatára a jégpályánkat itt a főtéren. 65 napot vagyunk nyitva egyhuzamban, ami azt jelenti, hogy november 30-án kinyitunk, és ezen a héten, február 2-án vasárnap este zárjuk be a kapuinkat. Eddig folyamatosan nyitva voltunk minden nap, tehát ez egy hatalmas nagy üzem volt, sok ember igénybevételével, nagyon sok ember dolgozott azért, hogy itt kicsik és nagyok jól érezzék magukat, de azt gondolom, hogy megérte a befektetett energiákat és mindenféle belefektetett erőt, mert nagyon sikeres szezont zártunk itt idén, a 2019-es és 20-as jégpálya szezonban. Ugye még van egy pár nap, most szerda van, és ezen a héten vasárnapig nyitva van. Tehát majd elmondod azt is, hogy mikkel várjátok még a fináléban a látogatókat, de elemezzük egy kicsikét. Mondtad, hogy 61 néhány napig van nyitva a jégpálya. Mostani látogatottság figyelembevételével milyen volt mondjuk az elmúlt évekhez viszonyítva az érdeklődés a jégpálya iránt? Jelenleg a reggeli adatok alapján már több mint 13 ezer látogatója volt a jégpályának, ugye 13 ezeren váltottak hozzánk belépőt, ebbe bele kell érteni a kisiskolásokat, akik reggelenként, délelőttönként jönnek, a délutáni korcsolyázókat és mindenkit, aki gyakorlatilag a jégre lépett korcsolyában. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi vagy az előző évekhez képest ez egy erős szezon. Talán a tavalyi egy kicsit gyengébb volt azért, mert valószínűleg az időjárás is közben játszott, azonban idén kegyeskedett nekünk az időjárás, és olyan időjárásunk volt, aminek köszönhetően azért elég sokan jöttek. Én a statisztika alapján meg tudtam nézni az előző évekhez képest, körülbelül egy 500 fővel vagyunk elővébb látogatottságban, mint a tavalyi évben, ami szerintem azért nagyon, nagyon sokat jelent. Egy 500 fő az akár kétnapos látogatottság is lehet, tehát két nappal előbb vagyunk mondjuk a látogatottságunkban, mint a tavalyi évben. Most visszajövünk még a te területedre, de akkor lapozzunk át egy másikra, mert ebben az évben, vagy ebben a szezonban egy olyan különlegesség történt, hogy épült egy másik jégpálya Új-60-ban, ahova kifejezetten a sportolni vágyókat, a jégkorong szerelmeseit várták. Annál is szebb eredmény ez a látogatottsági eredmény, hogy most meg is oszlott a tömeg. Hogyan váltotta be Attila hozzáfűzött reményeket az az edzőpálya? Hát gyakorlatilag 24. órába készült el ez az edzőpálya, hiszen azt tudtuk, hogy városban kis jégpálya lesz, azt is tudtuk, hogy ugye rövid ideig lesz. Ez nekünk már nem pálya, hiszen ez már most nem egy szezon sportága jégkorong, szóval itt minimum 10 hónapot jégen kell lenni, és edzeni kell, hogy fel tudjuk venni a versenyt a versenytársainkkal. És azért hál' Istennek elmondhatom, hogy november elejétől vagy közepétől már tudtunk működni. Hozzánk nem volt kegyes a időjárás novemberben, hiszen még 18 fok is volt pluszba éjszaka, de azért mindent elkövettünk, hogy ugye legyen jég. Egy nagyon nagy köszönettel tartozunk a városvezetőinek, meg mindenkinek, aki itt segített nekünk ezt a pályát felépíteni, hiszen hogyha ez most nem épül meg, akkor szerintem itt úgy nagyon nagy visszaesés következett volna be ebben a sportágban. Így viszont egy hatalmas fejlődés lett, hiszen minden csapatunk ideális időben tudott edzeni, ideális mennyiségű időt. Ez látszik is minden csapat fejlődésén, hiszen nagyon szépen fejlődnek fiúk, lányok, és elmondhatom, hogy minden korosztályunk gyakorlatilag meglepetés csapat volt, vagy illetve még hát most is az a bajnokságban. Jó, ennek az elemzésére még részleteiben kitérünk, most akkor visszajövünk Péter hozzád, hiszen Attilától említést nyert, hogy valamivel kisebb lett a jégpálya a tavalyihoz képest, ugye aki látja a városban lévő beruházásokat, a könyvtárnak az építését és egyéb dolgokat, nyilván a biztonság
kellett, hogy elsődleges szerepet játszom, meg hogy egy jó helyszín legyen ez. Most viszont gyarapodott, vagy gazdagodott azzal, hogy volt egy látványeleme is, nem csak jégpálya volt, hanem a környezet is nagyon szép lett. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy amikor épült, amikor a műszaki egyeztetések történtek, és a kivitelezés megálmodásra került, akkor hogyan született meg ez a konstrukció? Nagyon sokat ötleteltünk ezen, így van, hogy hol legyen a jégpálya, hogy legyen a jégpálya kialakítva. Ugye a könyvtár felújítás volt az egyik nagyon fontos befolyásoló tényező, ugye itt folyamatosan teherautók, kamionok járnak, ugye munkaterület, ezért kellett sajnos a jégpályánkat egy kicsit kisebbre terveznünk. Egyeztetnünk kellett ugye a jégpálya üzeme vagy kivitelezőjével, ugye akik magát az eszközöket hozzák, hogy ők meg tudják ezt valósítani. Ez is több körben nagyon sok tárgyalás volt, hogy sikerüljön egy kisebb pályát kialakítanunk, de természetesen rugalmasan megoldották ők ezt nekünk, nagyon rugalmasan tudták kezelni. 10 méterrel lett lényegében rövidebb a sátrunk, viszont a jégpálya csak 5-tel, tudtunk annyit csalni rajta benne a sátorban, és idén úgy alakítottuk ki, hogy ugye a ponyvákat kihúztuk most, hogy ne egy csúnya sátor, egy csúnya fehér sátor legyen a város főterén, hanem egy szép ékszerdoboz, amit a dekorosóink nagyon szépen feldíszítettek, piros szalagokkal, masnikkal, mint egy ékszerdoboz úgy kidíszítették, és valószínű ez is nagyon vonza az embereket egyébként, mert a főútról, ha elhaladnak, már is egy szép kis építményt látnak, nem egy sima natúrfehér sátrat, és nagyon sokan jelezték, ugye én kapcsolatban vagyok a kasszásainkkal, a jegypénztárosokkal, és ők mondták, hogy nagyon sokan nem is korcsolyázni jöttek, csak elhaladtak a városban, de annyira megtetszett nekik, hogy megálltak itt, és bejöttek, és akkor, ha már itt vannak, akkor nyilván korcsolyáznak is egyet. Tehát kisebb lett a pálya, azonban nem érezzük meg ennek a hatását. Nyilván sűrűbb azért az embertömeg, ami van a pályán, de mindenki sportolni, szórakozni, így konfliktus ebből soha nem szokott adódni. Erre pedig kifejezetten alkalmas, hiszen sportolásra ott van a méreteiben adott Korongszövetség által elvárt történet. És akkor Attila, beszéljünk a csoportokról. Ugye azt tudjuk, hogy már évek óta kapcsolatban állsz az iskolákkal, kiemelten a Szent István általános iskolával beszélünk, ami sportiskola is lett. Aztán utánpótlásról is kell gondoskodni, hiszen ezek a csemeték nőnek, aztán följebb kerülnek, és azért, hogyha az ember belevág egy ilyen történetbe, akkor szépen föl kell építeni. Akkor beszéljünk egy kicsit ennek a múltjáról, jelenéről és jövőjéről, parancsolj. Hát gyakorlatilag ugye 2014-15-ben kezdtük ezt a jégkorongot egy ilyen 8 éves és 10 éves csapattal. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy 14-15 éves csapatunk van, aki a ugye ABC csoportban jégkorongozunk. Most mi a B csoport középmezőnyében gyakorlatilag veretlenül állunk, ami egy óriási lépés, hiszen tavaly 3 évvel ezelőtt még 200 góllal vertek minket ebbe a csoportnak a C csoportjába. Tavaly már bajnokok lettünk a C csoportba, idén felléptünk a B csoportba ezzel a 14 éves csapattal, és itt gyakorlatilag fantasztikus eredményeket érnek el a fiúk, lányok vegyesen, hiszen ez még egy ilyen vegyes korosztály, és van egy lánycsapatunk, akik a női U25-ös bajnokságban játszanak. Gyakorlatilag a felső házba feljuthattunk volna, tudni kell, hogy itt azért 10 csapat van, de ebből az elsőt azok felnőtt nők, szóval nyugodtan elmondhatjuk. Mi viszont még kislányok vagyunk hozzájuk képest, hiszen 14-16 éves lányokkal játszunk. Viszont ebben a hátsó ötös csoportban a élen játszunk, úgyhogy még eddig, hál' Istennek, mindenkit meg tudtunk verni. Úgyhogy, és akkor innen megyünk lefelé, van egy 12 éves csapatunk, akik szintén a B csoportban játszanak, és nagyon jó eredményeket érnek el. Van egy 10 éves csapatunk, akik szintén az egy ilyen középmezőnyt foglalnak el, és vannak azok a szuper minik, akik hát ugye most kezdik a jégkorongot, illetve vannak már köztük is azért professzionista játékosok, hiszen óvodáskorban már úgy tudnak korcsolyázni, hogy öröm nézni őket. És akkor itt lép be a képbe a Szent István Sportiskolai Általános Iskola, ahol most jelen pillanatban két komplett osztály jégkorongozik, egy első B-s és egy tavaly kezdett második B-s, itt 53 fő van, ezt azért elmondhatom, hogy a csodájára jár mindenki, még a szövetségből is ezeknek a gyerekeknek, fantasztikusak, és még rajtuk kívül van 14 fő, harmadik, negyedikes, negyedik osztályos gyerek,
akik még nem ilyen osztályrendszerbe jégkorongoznak, de viszont iskolai időben hordjuk ki őket edzeni, és azért ez azért Kovács János igazgató úr munkájának is köszönhető, hogy ez ilyen szépen megvalósult, és hát nagyon komoly terveink vannak a továbbiakban is a Szent István Általános Iskolai Sportiskolával, hogy itt azért óriási fejlődésnek kell végbe menni. Ez meg fogja határozni 60 város jégkorong sportját, országos szinten is, szerintem egy 3-4 éven belül nagyon nagyot fog szólni ez a 60 jégkorong. Akkor a jövőbe vetett hit az pozitív mérleget Abszolút. Utal, és jó kezekben van ez a sportág. A látogatottságra tekintsünk vissza. Mondtad, hogy népszerű volt, van, aki nem csak sportolás öröméért, hanem kifejezetten a hangulatért is belátogatott a jégpályára. Viszont kapcsolatban álltatok a oktatási nevelési intézményekkel, és ők is igénybe vették, és nem csak 60-iak, hanem a környékbeliek is nagyon szerettek idejönni. Erről az elemzésről egy pár mondatot, ha hallhatnánk, Peti. Hát nem hagyhatnánk ki az iskolákat ugye a jégpálya életéből. Nagyon fontosnak tartjuk az intézmények beszervezését a jégpálya beosztásába. Ugye minden hétköznapi napon, hétfőtől péntekig egy szoros időbeosztás szerint járnak a helyi óvodák, iskolák. Ugye ők az erős váza ennek a délelőtti beosztásunknak. Ugye minden általános iskola, minden óvoda 60-ból részt vesz a korcsolyázásban. Szervezett keretek között jönnek, ők egy nagyon kedvezményes jegyárat és korcsolyabérlési árat kapnak. Ami miatt ugye szintén vonzó lehet ez, mert a szülőknek sem kell azért nagyon sok pénzt kifizetniük, hogy kihozzák a gyerekeket, és ugye az iskola ezt megoldja nekik. Nagyon szoros beosztás szerint minden nap, minden órájában vannak itt nálunk gyerekek, és megtetszett ez a lehetőség szerintem a nem 60-i óvodáknak, iskoláknak, és nagyon sok helyből, Pásztóról, Zagyvaszántóról, Kartalról, Aszódról, rengeteg helyből jelentkeztek be hozzánk, még Salgótarjánból is iskolák, akik eljönnek ide, és szervezett iskolai keretek között a délelőtti órákban használják a pályát, aminek nagyon örülünk, mert azért a látogatottságban ez nagyon-nagyon sokat jelent. Az egészséges, számunkra. Sportos élet, meg a mozgás öröme meg különösen. Attila, menjünk akkor tovább. Bezár a 60-i jégpálya. Február 2-án, mert eddig tartott a szezon, viszont a tiétek, az marad. És igen. Hogyha igen, akkor milyen feltételekkel hozzájönnek ott a dolgok, mesélj erről. Igen, mi gyakorlatilag március végéig fogunk nyitva tartani, addig az időjárás is úgy néz ki, hogy ez így abszolút fogja tartani magát, úgyhogy nekünk még nagyon nagy szükségünk van erre a 2 hónapra, hiszen még ilyenkor intenzív, aktív bajnokság van, és azt azért feltétlenül szeretném elmondani, hogy az, hogy itt most jégkorong van, ez azért nagyon szerencsésen alakult, hiszen ugye nagyon sokáig ketten dolgoztunk a párommal, nem találtunk edzőt, a fiaim néha segítettek, ha ráértek. Most viszont ugye Kovács Krisztián beállt a sorba tavaly előtt, mind erőnléti edző, ő ugye nagyon sokat lendített. Tavaly kihorgáztuk ebből a nagy űrből Szakál Katalint, aki ugye műkorcsa szakedző, pont akkor jött haza egy ilyen 10 éves külföldi turnésorozatról, és hát ővel rettenetesen sokat fejlődtek, hiszen minden gyerekünk úgy tud korcsolyázni, hogy tényleg fantasztikusan. Ezt ugye válogatott összetartáson nagyon jól lehet látni, hogy milyen fej, hogy egyáltalán mennyivel stabilabbak bent a jégen, és azért nekik nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. Idén Sebestyén Matyi is beállt a sorba, aki végre jött egy 60-i edző, egy újabb edző Krisztián mellé, hiszen nagyon fontos lenne, hogy akik itt 60-ba felnőnek gyerekek, ők részt vegyenek ebben a másik életben a palánk túloldaláról. Erre próbáljuk ránevelni azokat a nagyobb lányokat, akik nálunk most játszanak. Ők aktívan részt vesznek ebbe a korcsolyoktatásba, amivel folytatni szeretnénk a szezont. Itt szeretnénk felajánlani minden 60-i és nem 60-i lakosnak, hogy lesznek ilyen nyitott pályás akcióink, amikor szombat, vasárnap gyakorlatilag egy 500 forintos támogatási díjjal lehet igénybe venni a pályát, úgy délután 4 órától este 7 óráig, illetve minden hétfőn este 7-től van családi kori oktatási nap, szombat, vasárnap 10 órától 11 óráig van korcsolyoktatás gyerekeknek, úgyhogy rengeteg lehetőséget kínálunk arra, hogy ők tudjanak továbbra is sportolni. Minden iskolával felvettük
a kapcsolatot, illetve felajánlottuk nekik, hogy folytathatják tovább azt, amit elkezdtek a városi jégpályán, jöhetnek ki hozzánk délelőtt korcsolyázni. Ugye délőtt nálunk azért van egy ilyen elég feszített beosztás, hiszen a sportiskola ugye 8-tól 10-ig minden nap kint van, ők itt vannak, illetve van egy 30 fős óvodás csoportunk, akik a szezon eleje óta járnak minden kedden 10-től 11 óráig. Iskoláknak azt is felajánlottuk, hogy van 3 autóbuszunk, vagy kis autóbuszunk, amivel elmegyünk értük, úgyhogy 24 főig tudjuk őket szállítani, és nem kívánunk változtatni a város által meglepett összegen, hiszen nem az a cél, hogy, vagyis az is, de nem az, hogy most minden áron több pénzt kérjünk, hanem az, hogy tényleg sportoljanak ezek a gyerekek, hiszen azért jön a március, április, kezdődik ez az allergiás, tüsszögös szezon, ez a jégpálya fölött teljesen kizárt dolog. Mivel nincs por. Nincs por, teljesen jól működik, és azért azt is tudjuk, hogy nagyon sok iskola küzd tornatermi problémákkal, gyakorlatilag ki lehet hozzánk jönni, ha szükséges, adunk oktatót is, hogy ne csak korcsolyázzanak a gyerekek, és hát nem titkolt szándékkal, még ebben a két hónapban szeretnénk rendezni egy ilyen iskolák közötti jeges vetélkedő sorozatot, amire egészen jó kis díjazás sikerült kitűznünk, egy ilyen osztálykirándulás, illetve iskola kirándulás keretében segítenénk nekik autóbusz hozzájárulással, azoknak, akik sokat veszik igénybe a pályát, illetve jól szerepelnek. Én nekem régi álmom egy ilyen iskolák közötti jégkorongbajnokság lebonyolítása, ezt is elkezdjük majd itt szervezgetni, februártól most, hogy bezár a pálya, úgyhogy én azt tudom nekik tanácsolni, hogy keressenek, és nagyon sok lehetőséget tudunk nekik most így kínálni, és nem kell abba hagyni a korcsolyázást. Köszönjük szépen, de nem is fogják, hiszen a alapokat megadja itt a 60-i jégpálya is, és még várnak programok, embereket, gyerekeket, érdeklődőket egészen vasárnapig. Milyen fináléra számíthatunk, Peti? Szinte már hagyomány, hogy amikor bezárjuk a jégpályát, akkor kedvezményekkel zárjuk a jégpályát. Tehát, hogy idén is készülünk, az lesz a programunk, hogy pénteken egy jégdiszkó lesz, amire ingyenesen jöhetnek az érdeklődők. Természetesen a belépőt tudjuk jelen esetben ingyen adni, a szolgáltatásokért, tehát a korcsolyabérlését fizetik el, de azt gondolom, hogy a belépő is már egy hatalmas nagy kedvezmény. Ez a pénteki napunk, szombaton mindenki féláron korcsolyázhat a belépőjéből, és vasárnap pedig teljesen ingyenes lesz a jégpálya, tehát mindenki ingyen korcsolyázik, akinek van korcsolyája, aki bérelni szeretne, azt tud nálunk bérelni. Tehát a jegypénztárosaink hivatalosan ők a legtöbb információ birtokosai a jégpályával kapcsolatban, ugye én folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, és ők jelzik felénk azt, hogy nagyon sok környékbeli településről érkeznek hozzánk, akik mind elmondják, hogy nagyon szeretik a jégpályánkat, nagyon szeretnek ide járni, és nem veszünk észre igazából különbséget a között, hogy egy jégpálya volt a városban, amikor Attiláék együtt csináltuk, és most ugye, hogy ők külön csinálják, tehát nincs különbség, viszont nagyon örülnek az emberek, hogy nincs jégkorongedzés, teljesen használhatják a pályát délután, délelőtt, nem kell a jégkorongosokkal osztozniuk, viszont ugye most övék a jégkorongos pálya, nálunk a közönség korizik, náluk pedig a sportolók sportolnak. És jó az együttműködés. Abszolút jó az együttműködés. Itt is vannak tervek, ott is vannak tervek. Így és van. Itt milyen tervek vannak? Így van, hát most jön a kupa időszak. Igen, kezdődik, ez az abszolút kupa időszak kezdődik, hiszen innentől kezdve gyakorlatilag február 2-án kezdünk egy ilyen szuper mini kupa sorozattal. Jönnek Debrecenből, Kecskemétről, Budapestről és Gödöllőről. Utána pedig szinte minden szombat, vasárnap lesz vagy ilyen szuper mini, ami 8 éves, vagy pedig mini, akik 10 évesek, kupák, illetve lesz egy ilyen 4x4-es kupa, lánykupa, ezt már minden évben hagyományosan megrendezzük, illetve a 7. totyogó kupánk lesz ezeknek a nagyon-nagyon piciknek, és még a fiúknak is tervezünk egy ilyen nemzetközi 4x4-es fiútornát. Lányokét is nemzetközire tervezzük, március 7-ére, 8-án bajnoki meccsünk van, ezért nem tudjuk nőnapon megrendezni, előtte megrendezzük nekik, úgyhogy gyakorlatilag szinte minden délőtt láthatnak jégkorong mérkőzést, akik szeretnének hozzánk kijönni, és nagyon nagy szeretettel látjuk őket, belépő jegy ezeken a tornákon nincsen. Itt nagyon jól érezhetik magukat, és megnézhetik ezt a sok apróságot, hogy hogyan tudnak már jégkorongozni, és hogy fejlődnek. Nagyon nagy élmény élőben egyébként egy ilyen jégkorongtorna, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a jégpályán.
Uraim, én nagyon köszönöm nektek, hogy elmondtátok a lehetőségeket, elmondtátok az értékelést. Köszönjük az áldozatos munkátokat is, sziasztok! Köszönjük a meghívást! Köszönjük a meghívást, és további szép estét a nézőknek! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, Önök a kommentár adását látták, melyben a 60-i jégpályákról volt szó, az értékeléséről és arról, hogy hogyan tovább a jégkorong sportban. Tartsanak velünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban várjuk majd Önöket, viszontlátásra!